Tisztában vagyunk vele, hogy nehéz mérkőzés vár ránk Debrecenben. Ez egy jó csapat, és nagyon nehéz pályán kell játszanunk velük, egy jó csarnokban, jó hangulat mellett. Várjuk már nagyon a mérkőzést, és bízunk benne, hogy minden jó lesz. Négy mérkőzést fogtok játszani a következő 11 nap alatt. Hogyan tudtok így készülni a sűrű programra? A legfontosabb számunkra, hogy egyszerre csak egy mérkőzésre koncentráljunk, és minden mérkőzést a lehető legjobban hozzunk le. Minden percet ki kell használni a pályán és a felkészülés során is, hogy együtt a lehető legjobbak legyünk. Ez a legfontosabb. Nem gondolkodunk most azon, hogy négy mérkőzés vár ránk, a legjobbnak kell lennünk a megfelelő pillanatban. Ez az, amit tennünk kell. Egyszer már megvertétek a Debrecent idén. Lehet ebből építkezni, vagy mindent előről kell kezdenetek ilyenkor a felkészülésben? Minden mérkőzés egy új mérkőzés, és szinte minden szituáció egy teljesen új szituáció. Itt semmi nem lesz ugyanaz, mint legutóbb. Így kell nekünk kimenni erre a mérkőzésre, hogy lenullázzuk a fejünket ezzel kapcsolatban. Most megkezdjük a munkát szerdára, és mire a mérkőzés elkezdődik, mi készen állunk majd. The, when the match is coming we will be ready. Ebben eh, <reques> e e a szezonban a csapatnak van 3-4 kapusa is, így tudtok egy kicsit többet pihenni. Igen, ez jó, mert sokat tudjuk egymást cserélni, ha esetleg van egy kis sérülés, akkor más tud a helyére lépni. Ez nekünk egy nagyon jó helyzetet teremt, nagyon jól tudunk együtt dolgozni, sokat beszélni, és ez nagy előny számunkra. Tanulunk is egymástól, úgy gondolom ez mindannyiunk számára egy kedvező helyzet.